Hiába jó a kapcsolat a Trump-al, az amerikai jobboldalon sem egységes Orbán Viktor megítélése. Vannak republikánusok, akik nemzetbiztonsági kockázatot látnak a magyar miniszterelnökben az orosz és a kínai kapcsolatai miatt. Hogy mit remélhet a kormányfő egy második Trump elnökségtől, arról Garamvölgyi Flórával beszélgetünk. A Szabad Európa Egyesült Államokbeli tudósítója, kollégánk, szervusz Flóra. Jó estét, üdvözlöm a kedves nézőket, köszönöm a meghívást. Ha nagyon belegondolunk, akkor Trump voltak éppen szinte mindent megnyer, vagy mindent megnyerhet, és hogyha ez így lesz, akkor gyakorlatilag korlátlannak tűnik a hatalma. Hogy látják ezt az Egyesült Államokban most? Van ezzel kapcsolatos félelem természetesen. Ez a korlátlan hatalom szó abszolút a Project 2025 miatt is merült fel, hiszen ott az egy olyan republikánus think tank által állt terv, a következő elnök ugye most Trump lesz számára, ami abszolút egy ilyen blueprint ahhoz, vagy egy ilyen terv ahhoz, hogy jóval nagyobb hatalma legyen az elnöknek, és egy ilyen hatalom koncentráció legyen gyakorlatilag őketében. Ugye itt a kongresszus két házáról van szó, amit hogyha mind a kettőt elvisznek a republikánusok, akkor lényegében nem lesz ellenállás, sőt, hát a legfelsőbb bíróság felől sem, mert ott is a Trump által kinevezett emberek ülnek. Ez az amerikai rendszert ismerve mit jelent? Ki az, aki korlátot tud mégis szabni Trump számára, vagy valóban senki? Tehát ez egy kicsikét olyan lesz, mint amit egyfajta diktatúrának látnak messziről azok, akik nem ismerik az Egyesült Államokat. Te hogy látod ott? Most alapvetően szerintem, hogyha a kongresszus jelenlegi alakulására nézünk, akkor gyakorlatilag csak azok a párttársai tudnak esetleg egy-egy javaslat során akadályt állítani, akik hogy másképp látják a helyzetet, mint ő, mert ugye a republikánus pártnak is van több szárnya, van egy moderett, tehát egy mérsékelt szárnya, és egy Trumphoz közel álló ez a maga szárnya, vagy a szélső jobbos szárnya. Az elnöki adminisztráció vezetőjének egy hölgyet bízott meg Donald Trump, ami meglepetést kelt, mert hát egyrészt ismerjük a nőkkel kapcsolatos véleményét és viszonyát, másrészt pedig egy olyan hölgyet választott, aki ugyan ott van 20 éve a politikában, de soha nem a reflektorfényben. Igen, ez abszolút meglepő, hiszen ugye, hogyha megnézzük, hogy Trump miket nyilatkozott a nőkről korábban, akár a nagyon híres Grab Them by the Pussy elszólására is emlékszünk, akkor nem az tükröződik, hogy ő sokra tartja a nőket Amerikában. De majd meglátjuk, hogy ez a hölgy majd mit hoz a jövőben. Ehhez van már kommentár valamely oldalról? Tehát lehet hallani az e fölötti meglepetést, vagy az erről szóló véleményeket? Igen, amit említettem azzal kapcsolatban abszolút, igen, hogy azért Trumpra nem volt jellemző, hogy ilyen pozícióban őket nevez ki korábban. Mekkora az izgalom az Egyesült Államok közvéleményében? Mennyire lepte meg a közvéleményt Trump fölényes győzelme, illetve mekkora az izgalom az ügyben, hogy rengeteg mindent ígért, hogy ezek hogy lesznek betarthatók? Természetesen ugye ez attól függ, hogy kivel beszélgetünk, hogyha azok csalódott demokrata szavazókkal, akkor abszolút nagy az izgalom, és szerintem a legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a popular vote-ot, tehát azt, hogy összesen mennyi ember szavazott ugye Trumpra, azt is sikerült elvinni, ugye 20 éve nem volt arra példa, hogy republikánus jelölt vitte volna el ezt a szavazatot. Ez mindenkinek meglepetést okozott szerintem, úgyhogy most izgalommal figyel mindenki, hogy mi lesz, és hogy Trump majd mely ígéreteit fogja beváltani, illetve ahogy említettem, ez a projekt 2025, hogy ebből majd esetleg fog-e valamit betartani vagy követni. Trump egyébként az eddigi legkiszámíthatatlanabb elnök az Egyesült Államok történetében, szóval nagy gyorsatokat nem nagyon lehet vele kapcsolatban egyelőre mondani. Hát valószínűleg a kiszámíthatósága nem fog növekedni az előttünk álló években, ha a tapasztalatból indulunk ki, amit korábban megismertünk. Garamvölgyi Flóra, köszönöm szépen. Az Egyesült Államokból hallották tudósítónkat, és köszönöm az önök figyelmét itt az ATV-ben, az Egyenes Beszéd eddig tartott, hogy átadjuk a helyünket Krug Emiliának és a most érkező Aktuálnak. Jövő héten én leszek az Egyenes Beszédben a házigazdájuk, várom önöket akkor is viszontlátásra.